annak ellenére, hogy az első meccsünk nagy arányú győzelemmel zárult, annyira izgultam a mai meccs előtt, hogy hiába volt két órám egyedül magamban, hogy pihenéset töltsem, egyszer nem tudtam aludni. Az élet hozott egy-két olyan váratlan dolgot, amit meg kellett ugrani. Ugye itt nagyjából ezt így január-február környékén éltem át, és akkor a csapat is átélt egy hullámvölgyet. Anélkül, hogy párhuzamot vonnék a kettő között, amikor azon túllendültünk, akkor újra tudtunk sikereket produkálni. Nem csak sikereket, hanem tulajdonképpen én bravúrnak minősíteném. A fiatalok hoztak egy olyan lendületet, ami talán tavaly nem volt meg, amit egyébként a fiataloknak kell hozniuk. Mi meg azzal a sok tapasztalattal és győzelemmel a hátunk mögött talán egy kicsit mondhatom, hogy megtanítottuk őket nyerni, illetve azt is látni kell, hogy egy olyan klubba jöttek, ahol az az elvárás, hogy a végső győzelem a miénk legyen. Úgy érzem, hogy ez egy bravúrosabb eredmény, mint talán a korábbi bajnoki győzelmek. Meg lehetne fejelni ezt egy jó BL szerepléssel is, még így a Final 8-ben? Mindenképp. Tehát ez egy olyan kategória, amit örömjátéknak lehet nevezni, mert az volt az elvárás a vezetőségnek, hogy bejussunk ebbe a Final 8-be. Itt most kiharcoltuk azt, hogy ne a legnehezebb, papíron legnehezebb ellenfél ellen játsszuk az első meccsünket, úgyhogy úgy állunk oda, hogy mindent beleadunk, és addig megyünk, ameddig ez kitart.